Istenünk, köszönjük neked, hogy amikor mi a te dicséretedről énekelünk, vagy téged dicsérünk szavainkkal, akkor ezek nem átvett tapasztalás nélküli szövegek vagy dallamok. Köszönjük, hogy benne van a mi életünk is mindezekben, mert mi is tapasztalhatjuk hatalmadat, jóságodat, kegyelmedet az életünkben. Szeretnénk ma is a zsoltáríróval együtt elmélkedni mindezeken, hogy a dicséretünk újabb tapasztalásokkal bővüljön, és messzebbre hangozzék el. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. 303. énekünket énekeljük, amely így kezdődik. A lelkem vágya száll hozzád. 303. énekünk. Kedves gyülekezet, ma délutáni igénket a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 34. Zsoltárt, a Zsoltárt teljes egészében felolvassuk. Tehát a 34. Zsoltár első versétől olvassuk az igét, az ige olvasása után majd Kertész Péter testvért kér imádságra. Dávidé abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abiméleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. Áldom az Urat mindenkor, állandóan ő dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az Isten félők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az Isten félők. Az oroszlánok is sínlődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám,
megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalátságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, s kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utól a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Eddig olvastuk az igét, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Jó Atyám Istenem, légy áldott ezért a kedves Zsoltárért. Könnyű magasztalni téged és dicsőíteni, amikor jól megy sorunk. De hangolt szíveinket, hogy a nyomorúságban, nehéz helyzetben is te legyél az első helyen, a dicséretben, a háladásban, mert már sokszor megtapasztaltuk, hogy segítettél nekünk. Áld meg szolgádat, igédet, hogy hangozzék gazdagon az evangélium. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az énekkart hallgatjuk meg, azt követően Ricsobinyi Róbert némond verset, majd újból az énekkart. Turmezei Erzsébet, hangszerek.
hangszerkereskedés. A kirakat még villanyfényben ég, ajtaja zárva rég. Egy pillanat, a lábam sürgősen tovább halad, de még sokáig utánam rémlenek a néma hangszerek. Hiszen a lelkük a lelkemmel rokon, mennyi zsongó muzsika szunnyad a hallgató a titkos húrokon. Vajon ki kelti fel? Művész, akire tengerszív figyel, dobban, érez, kinek mosolya, könnye, ezreké lesz. Indulójára léleksereg indul, s a föld poros határain túl mind magasabbra, magasabbra ér. Éled az elhaló remény. Vagy kopott kontár, akinek kezén a szent titok, a zengő költemény alszik, hiába szánod, véget nem érő csipkerózsa álmot. Nagy a hangszerkereskedés. Sok a hangszer, de a művész kevés. Mind, tudom, mind művészre várnak, s oda jutnak pénzes kontárnak. A kremónai hegedű sem tudja, ha megveszik, hová viszi az útja. Csoda vagy játék, fület sértő, minden lehet, angyal, kísértő, szférák zenéje tudna lenni, hiába, nem függ tőle semmi. Száz lehetőség, s tehetetlen pihen rideg Kalmár kezekben. Még most is látom, fényes kirakatból sóvárgó húrjuk a szemembe néz. Ó, milyen megbecsülhetetlen, hogy bár a lelkük lelkemmel rokon, a sorsuk idegen, s nincs hideg számító Kalmár kezekben a hangszerem. Enyém, és engem illet számadás, tőlem függ, hogy mivé lesz, hogy kontárkézre jut, vagy célhoz ér az alkotó örök művész kezéhez. Sokáig rossz sáfára voltam. Játszhatott rajta kontárhangulat és kontárfájdalom. De jött a művész, jött, és egyre kérte. Hadd játszam rajta már az én dalom. Én alkottam, én formáltam szeretve, a húrjai titkát én ismerem. Azóta nem is játszik rajta senki más, felettem régi dalt és régi lázat. S ha kezébe zenél, a muzsikája, ha lelket erér, könny, ha kicsordul, szem, ha felragyog, hullámcsap át felettem, halk a lázat. A kirakatból hallgatak húrok ragyognak felém, lesz-e, aki felébreszt, alvó muzsika, zengő költemény? Lesztek-e győztes, szép csodává, amivel alkotótok tervezett? Én embersorsomat dicsérem, és áldva áldom a művész kezet.
A következőkben László Lilla mond verset, majd Mikó Gedeonnétól hallgatunk meg egy történetet, zenei szolgálatra figyelhetünk, és Kertész Péter verset. Ó, végtelen nagy kegyelem, megmentett engem is. Én elvesztem reménytelen, ha Jézus nem segít. Ó, mi csodás a kegyelem, a szívem már nem fél. Értelmet nyert az életem, mert Jézus már bennem él. Ó, mennyi sok veszélyen át jöttem hozzád, Uram. De lelkem most már rád talált. Többé nem nyugtalan. A mennynek békessége vár, ha elfogy életem, megosztja majd hű Jézusom szent otthonát velem. Érezd és lásd. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, 34. Zsoltár, 9. vers. A helyi boltunk péksége tortából, süteményből, kekszből úgynevezett próbadarabokat ad a bolt vásárlóinak, azt remélve, hogy megízlelve a termékeket, később potenciális vevőként visszatérnek. Egy kis táblára az van írva, kóstolja meg, tudjuk, hogy ízleni fog. Egyetértek. Dávid hasonló módon érzékeltette az Úr jóságát. Kríziseiben viaskodott az Úrral, és Isten válaszolt neki. Megízlelve Isten szeretetét és kegyelmét, Dávid másokat is bátorított, hogy próbálkozzanak. Amikor a fenti igét említi, azt üzeni, gyertek, bízzatok az Úrban, találjatok megelégedettséget benne. Az Úr jó. Valamennyiünket ő teremtett, és életet adott nekünk. Isten szeret bennünket, és betölti szükségleteinket. Jézus meghalt a kereszten a bűneinkért, és utána feltámadt, hogy örök életünk legyen. Arra hív, hogy vele járjunk. Fiatalon, lelki pusztaságban kóboroltam évekig. Barátaimon keresztül a Szentlélek unszolt, hogy tapasztaljam meg Isten szeretetét és bocsánatát. Végül megadtam magamat. A keresztény élet nem egyszerű, és nem könnyű. A zsoltároson keresztül azonban még mindig hív az Úr. Jöjj, érezz és láss. Ha így teszünk, újra és újra visszatérünk hozzá.
Dicsőséged felragyog, Schwalm Rózsa verse. Dicsőséged felragyog, Uram, minden hajnalon. Áradó fénye csillan a hajnali harmaton. Ránk mosolyog felkelő nap aranysugarában, átölel enyhe szellő lágy simogatásában. Zengő énekkel dicsérnek az ég madarai, hálásan integetnek feléd a fák lombjai. Dicsérnek téged, tengerek fodros hullámai, rohanó folyók zúgva habzó kék szallagjai. Dicsérd, ember, te is azt a nagy-nagy szeretetet, amellyel védett, megtartott teremtő Istened. Nem hagyott el téged lázadó hűtlenségedben, az ő béke jobbja szivárvány hídján átível. Gondviselő jó atyám vagy, ó én, édes Istenem. Így kezdődik 295. énekünk, amelynek első három versét énekeljük fennállva. 295. énekünk. Thank you.
Kedves gyülekezet, néha azon kapom magam, és ezt esetenként mások is hallják, hogy hangosan ilyeneket mondok, hogy dicsőség az Úrnak, meg hogy hála neki, meg hogy de jó vagy Uram, milyen jó, hogy szeretsz engem. És amikor ezeket kimondom, akkor ezt úgy is gondolom. És ez nem más, mint a túlcsordulás a pohárnak. Mert akkor tele vagyok azzal a bizonyossággal, örömmel, tapasztalással, hogy jó az Úr, mert megsegített, mert meghallgatta az imádságomat, mert rávilágította a szememet valami szépre, valami jóra. Aztán meg vannak a hosszú szünetek. Amikor a jaj hallatszik kifelé, meg a sóhaj, meg a miért, meg sok egyéb más. Így kell ennek lenni. Így kell, hogy a belső pillanatnyi érzésünk, tapasztalásunk határozza meg az Isten képünket, Istennek a dicséretét. A 34. Zsoltár az egyik legszebb Istent magasztaló Zsoltár, nem véletlenül zenésítették ezt meg annyiféle formában, mert annyi olyan biblia vers, egy-egy vers található benne, amely szinte szálló igévé lett, és ha bátorítani szeretnénk egymást, ha jót szeretnénk egymásnak kívánni, akkor ezek a biblia versek gyakran előjönnek ebből a Zsoltárból. Nézzük meg először is, hogy Dávid milyen körülmények között írta ezt a Zsoltárt, aztán nézzünk meg néhány üzenetét a végtelen sokból a Zsoltárnak, majd pedig térjünk oda-vissza, hogy vajon mikor kell az ajkunkon elhangzani annak, hogy jó az Úr, meg dicsőség az Úrnak, és hála neki. A Zsoltár felirata arra utal, hogy Dávid ezt az Isten dicséretet egy nehéz helyzetből való szabadulása után írta le, vagy mondta el. Tudjuk Dávid életéből, Sámuel könyvében található ez a történet, hogy miután Isten megsegítette őt a Góliáttal való harcában, majd pedig miután felkenték királlyá, Dávidnak volt egy nagy-nagy problémája. Várakoznia kellett arra, hogy az Isten ígérete beteljesedjen. És ez nem egy csendes, békességes várakozás volt. A korabeli király, az elődje Saul féltékeny volt rá, mindent megtett annak érdekében, hogy Dávidot megölje. Ismerjük a Szentírásból ennek a részleteit. És Dávid, aki ilyeneket ír más helyen, hogy az Úr az én pásztorom, aki ebben a Zsoltárban azt mondja, hogy az Úr angyala őrt áll az Isten félők mellett, egy szorongatott helyzetben Dávid gondolt egyet, és átment Ákishoz, a filiszteusok királyához. A filiszteusok ősi ellenségei a választott népnek. Tudjuk jól, hogy Sámuel idejében történhetett az meg, amikor visszahozták tőlük az szövetségládát, amit a filiszteusok elraboltak. Sámuel idejében történt meg az, hogy legyőzte őket Izrael, majd pedig Saul uralkodása alatt sikerült azt elérni, hogy úgy, ahogy az országból sikerült kiszorítani a filiszteusokat. És most Dávid, aki az Isten elhívott, felkent királya, aki várja majd az Istentől kapott pillanatot, amikor uralkodó lehet, most úgy megijed, hogy az ellenséghez menekül, és ott keres védelmet. Helyén való ez, testvérek? Illik ez Dávidhoz? Amikor Dávid odament a Góliáttal vívott csata előtt, és azt kérdezték, hogy te kis ember, alkalmas vagy te erre? Te fiatal ember, alkalmas vagy te erre? Akkor azt mondta ez a Dávid, hogy amikor én találkoztam az oroszlánnal, mint pásztor, akkor úgy futottam, nem. Mikor találkoztam, szembeszálltam vele, és legyőztem az oroszlánt. Talán egyikünk sem képes rá, és még a férfiak sem sértődnek, mert azt mondom, hogy senki se képes rá közülünk erre. De Dávid ezt megtette, és minden ilyen győzelméhez azt mondta, hogy ezt én nem egyedül tettem meg, hanem
az Úr segítségével. És aztán, amikor sor kerül arra bizonyos nagy csatára, szinte fegyvertelenül, képzetlenül, fegyverhordozó nélkül, ez a fiatalember 5 sima kövecskével és egy paritjával áll ki Góliáttal szembe. És mikor Góliát elkezdi őt pocskondiázni, akkor Dávid azt mondja, hogy én a seregek urának a nevében az ő segítsége vagyok itt. És megsegítette az Úr Dávidot? Igen. Akkor most mit keres ez a Dávid Ákisnál? Hogy az ellenséghez menekült, és annyira megijedt? Na, hulljon ki kezünkből a kő, talán nincs is ott. Mert én láttam már olyan hívő embert, aki megijedt. Én már láttam olyan hívő embert, aki elfelejtette az Isten összes eddigi gondviselését egy pillanat alatt, és feltette a kezét, és rémületben élte az életét. Testvérek, előfordul megtapasztalások után is, hogy az ember elsősorban emberben bízik, és nem a mindenható Istenben. Nem tudja elengedni magát és várni az ő szabadítását. Meg is lett a jutalma ennek a dávidi menekülésnek, mert azt olvashatjuk Sámuel első könyvében, hogy a filiszteus harcosok felismerték ezt a Dávidot, és pontosan azt az éneket mondták, amit Dávid mellett énekeltek az izraeli lányok és asszonyok, hogy Saul megölte az ő 1000-ét, Dávid pedig az ő 10000-ét. És már fogták is ezt a fiatalembert, Dávidot, és vitték az uralkodó elé. Mi lesz most ezzel a Dáviddal? Milyen megalázó helyzet. Azt lehetne mondani, hogy nagyon eszes volt ez a Dávid. De mégis megalázó helyzet. Azt olvassuk ott az igében, kicsit talán nagyon naturalisztikus a megfogalmazás, hogy Dávid bolondnak tetette magát, csorgatta a nyálát, össze-vissza beszélt, firkált az altjóra, tehát bolondnak tetette magát a filiszteus király előtt. És erre mondja a filiszteus király, hogy van itt elég bolond, nem kell nekünk ez a Dávid. És így menekül meg Dávid abból a helyzetből, amit magának teremtett. És miután innen kiszabadul, akkor, olvassuk a Zsoltár szerint, akkor születnek meg ezek a bizonyságtételek. Vagyis Dávid már nem csak azért tud a Jóistennek hálát adni, mert egyszer megszabadította, hanem azért is, mert most ebben a nem olyan túl fényes döntésében. Ebben sem hagyta el az Úr, és az volt a kegyelem, hogy a király elzavarta őt, nem pedig komolyan vette, az ellenség leendő királyának tekintette, és nem kaszabolta le. És ezek után mondja Dávid ezeket a csodálatos dicséreteket. Testvérek, a Szentírásban olvasunk olyan későbbi hithősökről, akik életében hasonlóan a nehéz körülmények azt eredményezték, hogy picit megingott a hitük, és elmúlt az ajkukról az Isten dicséret. Egy példát szeretnék csak felhozni az Ószövetségből. Ábrahámot ismerik a testvérek. A hitnek az ősatját, akit Isten kihívott, elvezetett, és aztán, amikor az ígéret földjére ér és éhínség lesz, akkor elmegy Egyiptomba. És azt mondja kedves feleségének, hogy Sára, én odaadlak téged a fáraónak, mert hát, ha teréveden nekem jó sorom lesz. És aztán Isten kihozza Ábrahámot ebből a rossz döntésből. De egy pillanatra nem az oltárépítő Ábrahámot látjuk, hanem a menekülő, a rossz megoldást kereső Ábrahámot. Dávid Zsoltárából néhány mondat, amely nagyon fontos. Így olvassuk a 34. Zsoltár elején, azt mondja az Úr, azt mondja Dávid, hogy én mindenkor áldom az Urat. Így gondolta a Zsoltáriról, hogy mindig, mindenkor áldom az Urat.
Vajon testvérek, az Isten dicsérete, az mitől függ az ember életében? Az aktuális megtapasztalásoktól? Vagy Isten örökkévaló nagyságától? Ha csak akkor tudjuk áldani az Urat, amikor az életünkben minden rendben van, akkor nehéz ezt kimondani, de talán egy kicsit hasonlítunk néha Jobbnak a feleségéhez. Ismerjük a párbeszédet a férjel, aki azt mondja, hogy ha most nem jönnek az áldások, ha elmúltak az áldások, ha veszteségek értek bennünket, akkor zárjuk le ezt a történetet. És jó bölcsen felel, hogy mindenért, a jóért is, a rosszért is, áldott legyen az Istennek a neve. És ezt Jobb úgy tudta kimondani, hogy ő nem vett részt a mennyei tanácsvégzésben, és nem tudta, hogy részleges és időleges a kiszolgáltatottsága a próbáknak. Ő csak ott volt lenne a földön, és azt látta, hogy mi történik velem. És mégis azt tudta mondani, hogy áldott legyen érte az ő neve. Neki lett igaza. Mert amikor ismerjük az egész életét ennek a Jobbnak, akkor tudjuk, hogy Isten soha nem hagyta előtt. Soha. Ha ő úgy érezte, ha ezt akarták bebizonyítani a barátai, ha ezt akarta bebizonyítani a felesége, akkor se volt igaz. Isten mindig ott volt Jobbal, ezt mindig tudta. Ezért tudta mindig áldani az Urat. Ez néha úgy van, testvérek, hogy azt mondjuk, hogy mindig áldom az Urat, most azt gondoljuk, hogy holnap is fogjuk, aztán holnap már talán egy kicsit nehezebb. Egy következő üzenet ebből a Zsoltárból, ez egy természete az Istent áldó embernek, hogy az ember nem szeret egyedül örülni. Az ember azt szereti, mondják, hogy a magyar embernek bizonyos helyzetben ez a természete, hogyha vele együtt örülnek mások. És testvérek, ha részeges ember, aki alkohol befolyása alatt van, úgy gondolja, hogy neki nem jó az egyedüli öröm, és inkább kihúzza a pénztárcát, és azt mondja, hogy gyertek velem, és örüljetek velem. Ez egy tipikus magatartás. Akkor akinek helyes az Isten áldásának, az Isten felé mondott áldásának az alapja, aki tudja, hogy Isten milyen hatalmas, annak az embernek az életében ne lenne ott a vágy, hogy gyertek, és énekeljetek ti is velem, ti is magasztaljátok velem együtt az Urat. Ez tulajdonképpen nem más, testvérek, mint a bizonyságtétel. A bizonyságtétel és Isten kezében való szolgálat, mert lehet, hogy a másik embernek nem csak azt lehet mondani, hogy dicsérd az Istent azért, amit velem tett, hanem azt is lehet neki mondani, hogy dicsért az Istent, amit veled tett. Mert lehet, hogy ő szótlanul, csendben, napirendre térne Isten áldásai felett. És ha én majd elmondom az enyémet, és azt mondom, hogy gyere te is, mondd a tiedet, együtt énekeljük, együtt beszéljük el, akkor ő is észreveszi az általa kapott áldásokat, és együtt fogjuk énekelni az Úr nevét. Amikor a mennyországról beszél a Szentírás, akkor nem magányos szentek fülkében megszólaló Isten dicséretéről beszél. Nagyon fontos a mennyországról elmondott információkban az, hogy együtt, hogy sokaság, hogy megszámlálhatatlan sereg. És mindannyian ugyanazt fogják mondani, ugyanarról az Istenről fognak dicséretet énekelni, mert ezt közösen tesszük. Azt mondja továbbá a Zsoltáríró, hogy meghallgatott engem az Isten, és megmentett azokból a helyzetekből, amelyektől rettegtem. Ezek szerint Isten az ő dicséretét nem úgy várja el tőlünk, és nem azoktól várja el, akiknek az életében semmi baj nincs. Ézsaiás proféta azt mondja, hogyha tűzön mész át, ha vízen mész át, akkor én veled vagyok. Ismerik a testvérek ezt a kifejezést, hogy rettegés, vagy hogy félelem? Lehet, hogy mindannyian ismerjük egy kicsit.
Azt mondja Zsoltár író, hogy én a rettegésben imádkoztam, és az imádságomat az Isten meghallgatta. És ezért magasztalom Istent, mert hozzáfolyamodtam, és meghallgatta. Emlékszünk Dávidra, bevezetőkre? Félt Saultól, és talán nem az elsődleges az Istenhez való futás volt az életében, hanem az Ákishoz való futás volt az életében. És milyen megaláztatásba került, és úgy szabadította ki őt a jó Isten. Testvérek, a rettegő, félő embernek az imádsága kedvese a jó Istennek. Vagy ezt szégyelni kell előtte? Vagy az kedves neki, hogyha elhomályosodott a szemünk, vagy nem látjuk éppen az ő dicséretére való okot, akkor úgy, ahogy vagyunk, oda megyünk és elmondjuk, hogy Istenem, nekem most ez és ez gond van az életemben, itt vagyok előtted. Mert azok fogják megtapasztalni az ima meghallgatást, akik imádkoznak. Akik nem imádkoznak a nehéz helyzetekben, a nyomorúságban, amikor Saul üldöz, vagy bármi más helyzet van, azok nem tudják mondani, hogy meghallgatta az imádságomat. Akik imádkoznak, azok tudják ezt mondani. Azt mondja továbbá a Zsoltár író, még három üzenetet szeretnék ebből a Zsoltárból kiemelni, hogy az, ami nekem megvalósult az életemben, az mindenkinek az életében megvalósul. Vagyis a Zsoltár író általánosít. Nem csak nekem hatalmas és szabadító Istenem az Úr, hanem mindazoknak, akik őt félik. Testvérek, nem túl merészség ezt kimondani? Hát honnan tudjuk, hogy mennyi nyomorúság van a földön? Honnan tudjuk, hogy mennyi ügyes, bajos dolga van az embereknek? És mennyiféle Istent félő ember van, és a világnak mennyi pontján, mennyi fajta ügy? Nem kellene óvatosan bánni ezzel az általánosítással. Engem megsegít, lehet, hogy majd téged is megsegíteni, de azt mondani, hogy az Úr mindazokat, akik benne bíznak, helytől, kultúrától, problémától függetlenül megsegíti, nem túl merész dolog ezt kimondani? Nem. Mi tudjuk, hogy ezt nem merész dolog kimondani. Mert a mindenható Isten, aki örökkévaló és tökéletes hatalmában, örökkévaló szeretetében gondoskodik az övéiről, a teremtményeiről, nincs olyan helyzet, nincs olyan személy, akit ne figyelne, akit ne szeretne, akiről ne gondoskodna. És testvérek, mi ezt bátran mondhatjuk a többi embernek. Általánosíthatunk. És ha azt éreztük, hogy bennünket megszabadított, és éreztük, és láttuk, hogy jó az Úr, akkor nyugodtan mondhatjuk a szomszédnak, hogy te is bíz Istenbe, akkor is, ha még nem kezdte el az Istenbe vetett bizodalmat. Mindenkinek mondhatjuk. Mert Istennek, nagyon emberien fogalmazva, általános örökkévaló természete a gondviselés. Ahogy gondot visel a virágokról, az állatokról, a teremtettség minden lényéről, ahogy gondot visel azokról is, akik gonoszok és nem ismerik őt, úgy gondot visel minden emberről, aki hozzá kiállt. És testvérek, ebben a világban, ahol az emberek sokszor úgy érzik, hogy csak magukra számíthatnak, akik úgy érzik, hogy a mindenható Isten csak elindítója ennek a világnak, aztán nem törődik semmivel, vagy legfeljebb díszlet a templomokban, és az emberek nem rendelkeznek bizodalommal, nagy szüksége van ennek a világnak a mi tanúságtételünkre, erre az általánosító tanúságtételre, hogy az Úr jó mindenkihez, mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja, hogy mondja más helyen a Zsoltár. Vannak olyan egyházi tanítások, amelyek azt mondják, hogy mindannyiunknak van egy őrangyala. Igaz ez, testvérek? Van a testvéreknek őrangyala? Nincs válasz. Én nem tudom, hogy hogyan és mint működik ez. De azt mondja a Zsoltár író,
hogy az Úr angyala őrt áll az Isten félők mellett. Hogy mindenkinek van egy saját angyala, ezt nem tudom. Hogy sokak angyalát Gábrielnek hívják, mások angyalát meg ki tudja, hogy. Ezt én nem tudom. Azt tudom, hogy a mindenható Isten olyan hatalmas, és a küldöttei olyan hatalmasak, hogy nem korlátozottak ezek a mennyei lények, és csak egyszerre, csak egy emberen, egy időben tudnak segíteni. De azt mondja a Szentírás, hogy az Úr angyalai őrt állnak az Isten félők mellett. Tapasztalták már ezt a testvérek? Sokkal többször úgy volt ez már, mint ahányszor mi ezt felfogtuk. Ahányszor mi már láttuk az angyalt, és feljegyeztük magunknak, és azt mondtuk, hogy íme, itt volt az Istentől rendelt őrző védőm, a mindenható Istennek egy szolgája. Sokkal többször. Mert fel sem tudjuk fogni, testvérek, hogy mennyiszer akar nekünk lelkünk ellensége törtejteni, mennyiszer hozunk meg rossz döntéseket, tévedünk el rossz útra. Fel sem fogjuk. Sokszor úgy megszokjuk Isten őrző kegyelmét, hogy szinte fel sem tűnik. Úgy hiszük, hogy jár nekünk ez a testőrség, ez a védelem. Azt mondja a Zsoltár író, Isten angyalai őrt állnak az Istenfélők mellett. Testvérek, hány órás a szolgálat? 24? Mindenre képesek ezek az őrzők az életünkben? Mindentől meg tudnak bennünket védeni? Igen. Ha most lenne arra lehetőségünk, hogy elővegyünk egy papírt, és felírnánk azokat az eseményeket, ne menjünk messzire, csak egy hónapra, amikor Isten megőrzött bennünket, és valahol, valamilyen módon megtapasztalhattuk az ő hatalmát. Lenne mit írni a papírra, testvérek? Ha egy kicsit csemben lennénk, és visszalapoznánk a napjainkat, rengeteg ilyet láttunk. Azt mondja tegnap este talán az egyik családtagom, Gábor, de közel volt ez a tábla. Tényleg közel volt. Majdnem neki mentem. De én nem láttam eredetileg, hogy milyen közel volt a tábla, csak abban a pillanatban, amikor elsuhantam mellette. És mindjárt átvillant az agyamon egy mondat, a Jóisten megint megőrzött. Pici dolog. Figyelmetlenségemet korrigálta. És tele van sokszor az életünk ilyennel. És végül, de nem utolsó sorban, azt mondja a Zsoltár író, miután a környezetében levő embereket is hangolta, hogy gyertek, gyertek, dicsérjétek ti is az Urat, azt mondja nekik, hogy féljétek az Urat. Legyetek tisztában nagyságával, tudjátok meg, hogy mennyire szeret benneteket, számoljatok vele, és igazodjatok hozzá. Mert különös kegyelem, amikor Isten azokat is megőrzi, akik nem félik őt, akik nem számolnak vele. De azért az emberi életnek az a rendes útja, és az Isten szerint való útja, amikor az emberek, mi is, felismerve Isten nagyságát, megfelelőképpen viszonyulunk hozzá. Megfelelően nagynak tartjuk őt, megfelelően megalázzuk magunkat, és megfelelően engedelmeskedünk neki, hogy ne olyanok legyünk, mint a rossz gyerekek, akiket mindig akaratuk ellenére kell innen-onnan visszacibálni és megvédeni, hanem olyanok, akik együttműködünk a mi mennyei atyánkkal, akik szeretjük őt, akik számítunk arra, hogy ő megvéd bennünket. Féljétek az Urat, ne rettegjétek, féljétek, mert érdemes őt félni. És mintha egy örökségről beszélne a Zsoltár író az ezt követő versekben, mintha a fiának vagy a fiainak akarná megtanítani az életnek ezt a legfontosabb tananyagát. Fiaim, ti is féljétek az Urat. Akarva, akaratlanul
sok mindent megtanulnak tőlünk a gyermekeink. A sok rosszat is sajnos, ami mi vagyunk a hibásak. De talán a legfontosabb, amit átadhatunk nekik. Akkor is, ha ünnepelünk, akkor is, ha nyomorúságban vagyunk, az, gyermekeim, féljétek ti is az Urat. És ez ne üres vallásosság legyen az életetekben, hanem ahogy a következő versekben kifejti ezt a zsoltáríró, hogy ez hogy mutatkozzék meg az Istenre hagyatkozásban, az etikában, a beszédben, a cselekedetben. Féljétek az Urat. Kedves gyülekezet, vajon mikor van itt az ideje, hogy azt mondjuk, hogy dicsőség az Úrnak, halleluja vagy bármi más, liturgián kívül, csak úgy, amikor nem figyel bennünket senki, nem fényképez, nem veszik a hang, nem veszik fel, amit mondunk, csak úgy belülről kicsoldul belőlünk az Isten magasztalása. Mikor van itt az ideje ennek? Vajon itt lenne 24 órában? Lenne miért tenni ezt 24 órában? Ez egy házi feladat. Néha nehéz házi feladat, de érdemes megtanulni. És Isten iskolájában kegyelemből meg lehet tanulni. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Testvérek, boldog az az ember, aki ezt el tudja mondani. Aki ezt vallja, aki ezt énekli, aki ebbe akar bevonni másokat, és aki erre akarja megtanítani a fiait is. Amen. Az énekpart hallgatjuk meg.
a szívem áld, és hála tölti be. Mi is csatlakoztunk a kórushoz. Csatlakozzunk most imádságban is, és áldjuk a mi Istenünket. Imádkozzunk csendben, saját megtapasztalásainkat felsorolva, saját ügyeinket elé tárva a mi Istenünknek. És majd a csendes imádság után hangos imádságra Debreceni Istvánné és dr. Liránt István testvéreket kérem. Imádkozzunk. Amen. Urunk Istenünk, hálát adok minket a hitért, amelyel mindig és mindenkor körülveszel engem, körülveszel bajban, keserűségben, fáradtban, körülveszel örömben, körülveszel igazságban. Egy dolog az, hogy körülveszel minket, de te tudod is ennek a célját. Tudod, hogy a mélységből is fölborult az ember, és mindig minden a ő javát szolgálja. Hálát adok neked a mai alkalomért, az együttlétért, a testvérekért, a gyülekezetért, a közösségért. Hálát adok a fájdalomért, a bánatért. Hálát adok az örömet. Amen. Isten tiszteletünk végén köszöntöm szeretettel az igehallgató gyülekezetet. Istenünk munkája a szívünkben a hála gyümölcsének a megtermését az ajkunkon, ahogy olvassuk a Szentírásban. A hirdetéseket szeretném elmondani. A következő hét alkalmai kedden ima közösség lesz 5 órától a Velesz házban, tehát nem 4 órától, hanem 5 órától, és 6 órától pedig a Napsugár Női Klubnak a következő alkalma. Csütörtökön délelőtt 10 órakor a Babamama kör, 15 órakor a Szépkorúak klubja, és este 6 órakor pedig Biblia tanulmány lesz. Mária Jézus anyja a mostani Biblia tanulmányozó sorozatnak a címe. Pénteken a délelőtthöz és a kírthoz képest az a változás, hogy a Tini Klub most elmarad, és az ifjúsági bibliaóra viszont meg lesz tartva, és Boros Lajos lesz az ifjúsági alkalomnak a vendége. A ránk következendő vasárnap a hagyományos időpontokban találkozhatunk délelőtt, 9 órakor imórán, 10 órakor istentiszteleten, amelyen majd Hegyi László testvér hirdeti az igét, és délután pedig közösségi délutánunk lesz. Ezen a délutánon lesz egy vendégünk, a Budafoki Menedék Alapítványnak az egyik munkatársa, aki nagyon mélyről szabadult meg a Jóisten kegyelméből. El fogja nekünk mondani a szabadulásának a történetét, és azt, hogy Isten mit munkált ki az ő életében. És testvérünk ráadásul most teológiát tanul, hogy tudjon segíteni a hasonló bűnben élő embereknek. A jövő vasárnap délután folyamán, még mi felnőttek lent leszünk a közösségi délutánon, a gyermekeknek kézműves foglalkozás lesz az emeleti teremben, készülnek anyák napjára. Május 5-én csütörtökön nyugdíjas kirándulás lesz, Füli András testvérnél lehet jelentkezni, és a hirdetések közül utoljára ezt a dátumot vesszük, május 8-át, amikor pengetős találkozó lesz
sűsápon. És természetesen, ami a gyülekezet életét érintő hirdetés még a közeljövőben, április 26-án, kedden 13:30-kor lesz Mikó Csaba testvérnek a temetése. Záró énekünket énekeljük, amely így kezdődik, Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten. 257. énekünk, minden versét fennállva énekelj a gyülekezet. Pedig a békességnek Istene áldjon és szentelje meg bennünket mindenestől, hogy a mi egész valónk, mind testünk, mind lelkünk fedhetetlenül őriztessék meg az Úr Jézus Krisztus visszajövetelére. Amen.
az Úr közel. Jövel, Uram Jézus, foglalj helyet a gyülekezet.